Azt gondolom, hogy sokkal többen méltók az elismerésre, mindig egy merítés az, amit ilyenkor meg tudunk tenni, elismerésként át tudunk adni a kollégáknak. Ezúton is gratulálok a ProSilva Hungária díjazottaknak és a plakettben részesítettek neki. Sosincs gondunk azzal, hogy kit tüntessünk ki. Sok a nagy tett, sok a nagy munka ebben a hivatás szakmában, úgyhogy mindig egyik szemünk sír a másik nevet, amikor ilyen döntéseket hozzunk, mint tagjaként a bizottságnak is, de ez azt mutatja, hogy van erő az ágazatban, nagy munkát végeznek, és mi egyszerűen nagyon örülünk, hogy ezt vezetőink is így látják. Számunkra is jövőben mutató, hogy elismerik a munkánkat, és mindig jó belegondolni, hogy ezek a tevékenységeinknek azért van eredménye ilyen módon is. Ezt szeretnénk elérni az Erdők Világnapja alkalmából is egy kicsit megmutatkozni, hogy mi munkát végez az erdész. Bemutatni a munkánkat a környezeti nevelésen keresztül is nagyon fontos, mert a jövő generációját így tudjuk megfogni. A gyermekeknek, fiataloknak át tudjuk adni ezt az üzenetet, akkor ők az életük során, ha nem is ebbe a szakmában fognak dolgozni, mert ez lesz a hivatásuk, akkor is mindig magukkal viszik ezt az üzenetet, és úgy fognak dolgozni, hogy ártani már nem fognak az erdőnek, természetnek, sőt, lehetőleg használni nekik, és ez a fő cél. Víz nélkül nincs élet, víz nélkül nincs erdő, erdő nélkül pedig nincs emberiség. Ebből indult ki a konferenciánk. Az, hogy a vízzel erdészként foglalkozzunk, ez szakmai alapelv, ez nem kérdés. Az, hogy a vízzel is és az erdővel is foglalkozunk, az meg aztán a teljesen közügy, hogy így mondhassam, amennyire az erdő mindenkinek a sajátja, az egész társadalomnak nyújtja szolgáltatásait, anyagi vagy nem anyagi jellegű szolgáltatását, úgy aztán vízzel kiegészülve pedig ezt senki le nem tagadhatja, mert hát az emberi élet alapja is a víz, ha az ivóvizet tekintjük. Ennek megfelelően az erdő hatása a vízre és a víz hatása az erdőre egy olyan komplex témakör, ami különösen nagyon fontos körbejárnunk tudományosan is, és ágazat közötti összefogással itt a klímaváltozás küszöbén. Ezt azért emlegetjük egyébként, ezt jó, ha tudjuk, nem holmi frázis a klímaváltozás Magyarországon, hogy azért egy jelentős része Magyarországnak az csepp klímába fog áttolódni az előrejelzések alapján, tehát már az erdő sztyebből, tehát nem fog erdőterület borítani nagy területeket Magyarországon. Ott, hogy mégis ez legyen, abba aktív beavatkozás szükségeltetik majd, és ehhez mindenképpen szükséges maga a víz, mert hogy a víz szükséges az erdőhöz. Tehát bármifajta faállományt, ha létre akarunk hozni és fenntartani hosszú távon, és ezzel a saját klímánkat, saját környezetünket javítani, ahhoz szükséges a víz. Természet megmutatja, hogy hol milyen gazdálkodást tud jobban segíteni az adott viszony, és lehet, hogy e felé irányulhat a gondolkodásunk, hogy na, miben segít a természet, és mi azt szeretnénk csinálni, és akkor a természettel együttműködve tudjuk. Ezt mi erdészek ugye az legutóbbi időszakban azt mondhatom, hogy ezen irányú paradigmaváltás már végbe ment az erdőgazdálkodásban, és pont úgy látjuk, tehát a ProSilva alapelveknek is egyik alapkérdés ez, hogy nézzük meg, mit csinál, hogy működik az erdő, és ezt használjuk ki a természeti folyamatokat arra, hogy céljainkat elérjük, és azt gondolom, hogy ezt a gondolatvilágot ki lehet terjeszteni a víz gazdálkodás és egyéb gazdálkodás víz függvényében kérdéskörre is.